Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. A gondolatait középen látjuk itt felül és alul. A halál kártyája lehet egy örökösödési ügy. De ennek a kártyának inkább olyan szimbolikus jelentése van, mégpedig arra utal, hogy ő szeretne lezárni valamit. De azt is jelentheti a kép, hogy vannak elvárásai, és azt szeretné, ha te zárnál le valamit a múltadból. Bizonyos helyzeteket, vagy bizonyos kapcsolatokat. Ő várakozó. Vár arra, hogy te jelentkezz nála. Itt a kard szimbolizálja a levegő elemét. Ez jelenti a felszabadulás érzetét, amikor itt le van zárva valami, és akkor lesz egy új kezdet. Végre fel tudtok mindketten lélegezni. Amit a kard még jelent, a mozgás, az ötletek, a tervek és a kommunikáció. De ennél a jóslásnál úgy érzem, hogy ő inkább olyan visszahúzódó, és vár arra, hogy te jelentkezz nála. Ez látható itt is, ahol az érzelmeiről van szó, hogy visszahúzódó. Hogy vannak nála elképzelések, meg tervek, de arra vár, hogy te közeledj hozzám, vagy meditál valami felett, vagy nyugalomra vágyik. De megvan a bizalom, hiszen érzi azt, hogy a sors kerekeit fordul, mégpedig jó irányba, hogy lesznek jó változások. Miután te kerested a kapcsolatot vele, miután ő megkapta az elismerést, akkor itt van a győzelem, és mint győztes közeledik hozzád. Hogy mit fog tenni, az itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt a királynő, és uralkodsz a levegő eleme felett. Tehát ő arra vár, hogy te kezdeményezz. Hogy te mondd ki azt, hogy milyen terveid vannak, vagy te kezd meg ezt a beszélgetést. Amit ő átélt a múltban, ezek voltak az igazságtalanságok és a kihívások. Itt látható Justícia istennő, ez jelentett egy bírósági ügyet is, például egy örökösödési ügyet, de jelentheti az igazságtalanságokat is, amit ő átélt. Itt voltak bizony a múltban kihívások, de ő győzött a helyzet felett, vagy vannak győzelmek másokkal szemben. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt kezébe veszi a dolgokat, és cselekedni fog. Először vár arra, hogy te jelentkezz, és te cselekedj, de ha nem történik semmi, akkor majd ő jönni fog, és itt kimutatja a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket. Ami téged illet, a kezed meg van kötve, nem tudod, hogyan tovább vannak korlátozások. És ő érzi azt, hogy nem mered kimondani azt, amit szeretnél, vagy voltak a múltban igazságtalanságok, félreértések, és te is vársz arra, hogy ő bocsánatot kérjen, vagy ő közeledjen hozzád. Megtehetné, tulajdonképpen megtehetné, de
ő a könnyebb útat válassza és vár arra, hogy te jelentkezz nála. Pedig tudja azt, hogy nálad is megvannak a félelmek vagy a korlátozások. Itt még látható, hogy visszahúzódik, csendes, egyedül érzi magát, vagy magányra vágyik, de nem marad így, hiszen hamarosan kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, láthatóvá tesz bizonyos dolgokat. Ő is kimutatja azt, hogy mit érez, mit gondol, mit akar tenni. Lesz itt közeledés. Itt a mágikus, ez a varázsló segíteni fog, hiszen megvan a varázslatos kisugárzásod, meg a vonzalom kettőtök között. Itt a sors kereke szintén azt jelenti, hogy minden jó irányba fog történni. Itt vagy te nyújtod át számára ezt az aranykelyhet, ami jelenti az érzelmeket, tehát te közeledsz, kimutatod az érzelmeidet, és ő nem veszi észre, vagy dacos, és nem fogadja el. Lehet, hogy emiatt félsz közeledni hozzá, de nála is vannak félelmek, mert mi van akkor, ha ő közeledik, ha ő mutatja ki az érzelmeit, ő is bizonytalan, és úgy gondolja, te ezt úgysem veszed észre. Lehet, hogy voltak ilyen dolgok a múltban, és emiatt van ez a visszahúzódás részéről, vagy a bizonytalanság részedről. Itt a hold jelenti az álmokat, meg az elképzeléseket, de az intuíciót is. Arra kellene odafigyelni, mit sugall a belső hangod. Az ő jelenlegi helyzete itt hasonló a kép, mint itt. Tehát itt voltak kihívások a múltban, de van nála győzelem, küzdött mások felett. És a te jelenlegi helyzetet. Hát itt bizony megjelenik az ördög, ami sok mindent jelenthet, például negatív gondolatokat. Ebből úgysem lesz semmi. Vagy negatív érzelmeket, félelmeket, hogy ő nem fogadja el az ajánlatodat, vagy nem veszi észre azt, hogy érzelmekkel közeledsz hozzá. De az ördög az bizony lehet egy hamis személy is, aki olyan dolgokat közöl veled, hogy ugyan hagyd ezt a férfit, ebből úgysem lesz semmi. Közben elkészült a videóm, elfelejtettem a hangot levenni, de rögtön itt vagyok. Közben megszakítottam a felvételt, de újra itt vagyok. Az ördögnél tartottunk, amit a kép még jelent. Ne fest az ördögöt a falra, mert megjelenik. Inkább gondoljon szép dolgokra. És itt középen van a magyar kártya, amit a férjem készített, az úgynevezett rovás írás. Itt a H betűről van szó. Most elgondolkozhatunk azon, mit jelent ez a H betű. Ami nekem eszembe jut, hévíz. Ami még eszembe jut, Hunyad, például a Hunyadi vár. Vagy Hanna, vagy Hubert, vagy Horvát, vagy Hajnalka például, vagy hamarosan történnek változások. Hogy mi jut neked eszedbe a H betűről, azt leírhatod a kommentbe. Köszönöm szépen. A régi írásmód, az úgynevezett rovás írás, az itt van középen, ennek van egy szimbolikus jelentése is, ha én megnézem a képet,
Az olyan, mintha két ember átölelni egymást. Ez lehet baráti kapcsolat, családi kapcsolat, ez lehet párkapcsolat is. Amit a kép még jelent, itt középen a négyszög, hogy mennyire fontos ez az alap, kialakítani az alapokat, amire ki lehet építeni valamit, de nem szabad visszahúzódónak lenni itt a kockában maradni, hanem vannak más lehetőségek, itt vannak az irányok, vagy az is lehet, hogy vannak külső befolyások, de azért nem szabad az ördögöt sem elfelejteni. Ezek a befolyások lehetnek jók, de lehetnek rosszak is. És ez volt a felvétel. Ez a jóslás megrendelhető, a díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját, és amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!